Tamásiban, a Zöld Pont és Civil Házban tartották a házasság hete rendezvény sorozat keretein belül a Kirándula család néven futó rajzpályázat díjátadóját. Fiola Lorettát, a házasság hete rajzpályázat egyik első helyezettjét kérdeztük a rajzolási szokásairól. Embereket, állatokat nagyon szeretek, főleg a tyúkokat, és néha mondjuk ilyen tájakat is. Az esemény megvalósításában a Tamási Művelődési Központ munkatársai segítkeztek. A Művelődési Központ dolgozói zsűrizték a rajzokat, és többségében a témához kapcsolódóan természetesen a rajzokon olyan egy-egy kirándulást láthattunk megjelenítve, amit a gyerekek a családtagjaik körében éltek meg. Láthattuk az élményeiket, amelyek ezek a kiránduláson történtek. Nagyon sok szép színt használtak. Több iskolából és óvodából voltak jelen a diákok, ahol a plébános úr értékelte és adta át a helyezésekért járó nyereményeket. Hát ez az óvodások és alsó tagozatosok rajzpályázata, ami itt és most lezárult az eredmény hirdetéssel. Ennek a tematikája, hogy a kirándula család gondolata köré szövődött, és ahogy itt az értékelő beszédemben is mondtam, hogy igazából meglepő alkotások születnek ilyenkor. Legalábbis számomra meglepőek, mert ugye én gyerekekkel ilyen szinten kevéssé találkozom, és először is mindig rácsodálkozok arra, hogy milyen nagyszerűek az ő korukhoz képest azok az alkotások, amik elkészültek, a másik meg, hogy a technikai tudáson túl mennyire mély mondani valójuk van. Hiszen ezek a gondolatok, amik ugye rajzokban testet öltenek, ezek mindig a gyerekek szívéből, lelkéből fakadnak. A rajzpályázat díjátadója után következett a zsidó házasságról szóló előadás, amit Megyeri Jonatán ortodox rabbi tartott. Házassággal kapcsolatos beszélgetésre érkeztem, és arról próbálom meggyőzni, vagy arról próbálok beszélni, hogy a zsidóság mit tud tanítani a házasságról, milyen üzenetünk van 3300 éve arról, hogy hogyan lehetséges feloldani azt az ellentétet, a férfi és nő közti ellentétet. Szokták mondani, hogy a férfi a Marsról van, a nő meg a Vénuszról, ami úgy tűnik, mint egy feloldhatatlan ellentét, és valójában tényleg az kérdés az az, hogy milyen módon lehet ezt az ellentétet valamilyen módon áthidalni, és hogy van-e a házasságnak még üzenete a 21. században, fontos-e egyáltalán, ha igen, akkor miért, fontos volt-e valaha egyáltalan, hogyan lehet egy házasságot működővé tenni, ilyen és ehhez hasonló, nem egyszerű kérdésekre keressük a választ.